A Babits Mihály Kulturális Központ márványtermében 127 általános iskolás gyermek által készített pályaművet csodálhattunk meg. A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat most már negyedik alkalommal írt ki illusztrációs pályázatot gyerekeknek. Az önkormányzatunknak az a célja tulajdonképpen, hogy a gyerekeket, akik németül tanulnak, német nemzetiségi oktatásban részesülnek, egy kicsit a nyelvtanuláshoz is hozzásegítsük, és különösen fontos a hagyományápolás területén a népismeretnek a megismertetése. És ezért választottuk most már évről évre egy olyan magyarországi író költő művét, hogy ezzel is megismerhessék a környezetükben élő német nemzetiségi írókat, hogy őtőlük választunk szöveget, amit aztán az iskolába feldolgoznak, és a felkészítő nevelőknek nagyon hálásak vagyunk, hogy vállalják is ezt a feladatot. Az Ördögcsúcs című mandát szerző magyarországi német író Herger Ede fiát kérdeztük, milyen érzés ezen a rendezvényen részt venni. Megtisztelve érezzük magunkat, hogy édesapánk könyvét kiválasztották ehhez a rajzpályázathoz. Ez mind a családunknak, mind nekem is nagy örömet jelent. Nagyon örülünk annak, hogy a gyerekek ilyen szép rajzokat készítettek, inspirálódtak a mese által, és tényleg látszik az, hogy nagyon sok szempontból megérintette őket. A kiállított képek különböző technikákkal készültek, melyeket a zsűri korosztályonként is külön értékelt. Egyszerűen felemelő részt venni ebben a munkában. Tegnap, amikor kollégáimmal feltettük ezeket a képeket, hátrébb léptünk, és azt mondtuk valamennyien szinte egyszerre, hogy ez gyönyörű. Valóban gyönyörű, és ezt a gyerekeknek köszönhetjük, akik időt, fáradtságot nem kímélve megismernek idegen nyelven egy mesét, és utána kiválasztják belőle azt a részt, amit ők a leginkább élveztek, szerettek és meg szeretnének valósítani ábrázolással. Nagyon nehéz kiválasztani, hogy kik legyenek a díjazottak. A Szekszárdi Baka István Általános Iskola nemzetiségi osztályának végzős diákja elmondta nekünk, hogy a mai rendezvényen mi volt a feladata. Én a rajzpályázaton alapuló szövegnek leszek az elmondója. Én fogom elmondani azt a szöveget, ami alapján a diákoknak el kellett készíteniük a rajzokat. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy ez a feladata az enyém lehet, mivel én nagyon szívesen vállalok bármikor, nagyon szívesen beszélek németül, és rengeteg versenyen is részt veszek, és szerintem nagyon jó, hogy most itt lehetek. A negyedik osztályos pályázó egy portrét készített a szerinte humoros és kedves monda alapján. Én csak ezt képzeltem el, hogy a Rózsalányt rajzoljam le, mert ugye ő az egyik szereplő, és gondoltam, hogy a legszebb. Minden alkotás egyetlen költemény alapján készült, és mégis mindegyikben egy-egy különböző világot fedezhetünk fel, amelyet az érdeklődők még május 4-éig tekinthetnek meg.